Na, srácok, elérkeztünk egy újabb podcast adáshoz. Ugye tudjátok, azért hívom ezt adásnak, ugyanis ez egy kicsit más tartalom, mint az eddigi megszokottabb dolgok, és mivel a múlt heti annyira tetszett nektek, hogy szétdaráltátok a komment szekciót, írtatok Instagramon, hogy ebben még mindenképpen legyen, és hogy nem is volt hosszú ez az egy óra, ezért a múlt héten kitettem az Instagramomra egy ilyen kis szöveg buborékot, ahol tudtatok írni nekünk témákat, hogy miről készítsünk adást, vagy mi az, mik azok a témakörök, amik érdekelnének benneteket. Ugyanis mi már körülbelül 4-5 éve csinálunk nektek tartalmakat folyamatosan az interneten, de van csomó olyan dolog, amiről nem olyan sokat adtunk magunkból, illetve nem beszéltünk róla olyan sokat. Ezért így az első témának a család, illetve a testvérekkel való kapcsolatot hoztuk el nektek. Viszont srácok, ami nagyon fontos, hogyha ide a YouTube komment szekcióba írtok témákat, gondolatokat, hogy mi az, amit a legszívesebben látnátok tőlünk, ezeket mi folyamatosan olvassuk és nézzük, és így rakjuk össze hétről hétre az adásokat. Hogyha tetszeni fognak nektek ezek a részek, akkor ígérem nektek, hogy minden szerdára be fogunk tározni ilyen podcast részeket. Vendégeim most már nagyon idegeskednek, úgyhogy szerintem hívjuk is be őket a stúdióba. Indítsuk meg a mai családbarát adásunkat. Hívnám a stúdióba Varga Patrick! Hatalmas tapsot neki! Ugyanis! Csát, tesó, mi a helyzet? Ugyanis, hogyha valaki nem tudná, nyilván ebbe az adásba most behívjuk a mi testvéreinket, hogyha esetleg nem lett volna nektek ez így egyértelmű. Patriknak van még egy testvére, ő sajnos a mai napon nem tud részt venni az eseményen, iskolai okok miatt, de... Úgyhogy maradj a tanulni, Jászmin. Jászmin, tanuljál, de intézünk neked is olyan podcast adást, ahol bent valami be fogjuk őt is hívni. Figyelj, gyerekek, mivel... Felkonferálom, mert már félig ő is majdnem a testvérem. Szeretnénk behívni, tudjátok, mivel lányoké az elsőbség, de nem ma. Szeretnénk Varga Csengert! Hatalmas tapsot neki! Gyere, tesó! Mr. Designer! Na, és mivel aki már régebb óta követ engem az Instagramon, vagy bármilyen platformon, az valószínűleg tudja, hogy nekem is van egy testvérem, akit rejtegetünk, meg van egy, aki papírforma szerint nem a testvérem, de én mégis annak tartom. Őket egybe fogom behívni, mert tudjátok, a lányok mindig együtt járnak. Polecki Brigitte és Lakó Barbara, egy hatalmas tapsot neki itt a podcast stúdióban. Bocsánat, nem ez a nevem. Ja, nem. Még mindegy, mert ez még mindig az előtte se sikerült a mostani látszó, de nem faszom, nem amúgy őszintén nem mondom, nehezen... Meg kell szokni. Ja, igen, akkor Vargáné Lakó. Srácok, még mielőtt belekezdünk, látom mindenki ott. Nem baj, egy lyukas az okni! Lyukas az okni, nézzek! De tényleg! Ez a cipő! Csenget, mennyibe kerül ez a cipő? Hát, és azt mondom, hogy 500 euró. Ez a cipő 500 euró, és szeretném megmutatni! Most már nem ezt megmutatod akkor. Most már mutasd meg! De... Most se vágja ki! Gyerek! Hát ez nem, az nem egy lyuk. De most ez mi? Ez olyan, ez mint az okni se lenne. Hát de tényleg nézd meg! Most tényleg nézd meg! Mi a fasz? Mi a fasz? Figyelj! Felhúztad. Szerintem nem tudta, nem tudta, hogy jól teszi be. Csoda, hogy nem volt teszi. Mondom vele, mára még jól lesz. Kicsit fura volt, hogy olyan hideg a kő. De azt hittem vékony az okni. Úristen! Ki hogy érzi magát? Látom, hogy itthonosan vagytok azért. Talán a Brigi az, aki a legkevesebb időt töltötte itt el az utóbbi igen időben. Igen, de most már egyre többet jövök, meg fogok, úgyhogy jó. Ez majd a mai szereplés után meglátjuk. Csengi, én jól érzem magam. Meg vagy, ki mit csinált ma, otthonról jött mindenki. Igen, otthonról. Én semmit, én kicsit hajtogattam, pakoltam. Ja, Postál, nem? Patrik után ugye az... Hát én ugye gyömelgettem ugye reggel. Ja, tényleg, majd láttátok... Mi? Ez az mi? Áj, majd kitérünk rá, ha... Láttátok az Instagramon, Patrik DJ karrierbe kezdett, és igazából csak minket akar szórakozni. Karácsony... December 21-én lépek fel amúgy először. Itt. De rendes, tehát lesz hangtechnika, stroboszkóp, ilyenek. Szóval ez most egy komoly buli. Ja. De most neked akkor otthon van? Igen. Persze, otthon a keverőpultom. Most így élünk. De úgy lettem, Barbie nem tudottam róla. De akkor... Nagyon bátor.
bátor vagy. Nagyon, imádom. Hát amúgy eddig 3 napja 2 zenével gyakoroltam, ugye így annyira nem. De most már amúgy alakul. Mivel tudjátok, hogy a mai videó témája és a mai podcast adásunk témája ugye a család és azon belül is így a testvérek, ugye azért is, hogy a Patrika sok közös dolog van bennünk, igazából a Patriknak is 2 testvére van, nekem igazándiból 1 vérszinti testvérem van, hogy ezt mondtam is, de minket gyerekkorunk óta a szüleink ugye úgy nevelnek, hogy a Barbie ugye az unokatesón, de van olyan kapcsolat, ugye néha napján, amikor szinte, mint hogyha testvérek is lennénk. Inkább ti, mint mi. Ja, a Barbie-val nagyon jobban vagyunk, de a Brigi is nagyon jobban van vele, szóval mi így igazából 3-an vagyunk. Lényegében mi is testvérek. Viszont, amit a nézők nem tudnak, hogy ugye ki hány éves, vagy hogy mennyi korkülönbség van köztünk. Figyelj, kezdem én, ugye én 31 vagyok. Na? Úristen, Rihár! De annyi idős, mint én, te barom. Igen. Te igen. Meg 28, nem? Bravo! Amúgy most lesz a szülőnapom. Na, most, na akkor... Bocsánat, ugye ezt a névnapja. Ja, igen. Arra, szóval köztünk akkor itt van kapásból egy 3 év, utána meg köztetek egy kettő. Nálatok ez hogy van, Patya? Nálunk úgy van, hogy... 3 év van köztünk. 3. Igen. És a Jászmin meg 10 nálam. De, hogy akkor, jó, ő most 18, igen, én meg 28. A Jászmér csak 18. Igen, miért is gezik itt? 22. Hát ez hülye basz. Nem, de nagyon helyes, amúgy azért idősebbnek néz ki. Figyelj, hogy azt gondolom, hogy ami köztünk van kor, ez amúgy nagyon ideális. Én eddig az én gyerekeimmel ugyanezt hoztam, úgyhogy most a ti gyerekeiteknek kell jönnie, hát, hogy meg... Mi még behozhatunk nagyjából. Én elengedtem. Nem. De megbeszéltük a nálunk, hogy 3-ségre leszek, egyet eladunk a ricsinek. Én egyet átveszem! Szülés nélkül csak egy apa! Jöjjsz ide, jó! Na, viszont ugye itt, van itt egy kis puskám, ugye ennek az adásnak van egy komplett menete, csak mivel hogy akartam itt a korkülönbséget, mert sokszor nálunk azt gondolják, hogy te vagy az idősebb. Ez valószínűleg azért gondolják, mert a Briginek már van 2 gyereke, és így ő már anya pozícióban van, miközben én még folyamatosan tinédzser lázadó korszakot élek az interneten, mert az internet... Nélkül is, úgyhogy minden. Szóval, ja, ezért sokan kérdezték amúgy tőlem, hogy a nővéred hány éves, hát mondom. Ugyan, de amúgy hagyjuk. Na, de viszont most, hogy már tudjuk, hogy ki hány éves, ki mikor született, kicsit ugorjunk vissza. Ki milyen volt kiskorában, hogy a Barbie kiskorában is mindenről akart-e tudni, Patrik akkor is izgálva volt-e, illetve hogy így én milyen voltam kisgyerekként. Ugye szerintem tartsuk ezt a sorrendet. Szerintem a Barbie kiskorában ugyanez a sztori volt. Szóval ő... Volt az okásod. Folyton húzta az orrát, és nem hallott. Anya, mit mondott a Ricsi? Mit mondott? Mindegy, Barbie. Hol megy a Ricsi? Brigi, hol van? De csodálkoztok, hogy ilyen lettem. Az meg le voltam maradva, kiskoromban rossz volt ugye a bal füle. Na hát ez hallott. De most ez tényleg így volt. Tesó, de ez hazug. Jó, anya, kommentelj. Tényleg. Biztos, de mindegy, apa tud, úgyhogy kommenteljétek meg, hogy rossz volt a bal fülem kiskoromban. És de emiatt... Na, ez nem tudjuk, fel is volt szúrva, meg ilyenek. Most már jó amúgy. És soha nem értettem, le voltam, mert és mindig kezdtem, hogy mit mondott a Ricsi vagy a Brigi, mert nem volt, és mindig csak egyet mondtak nekem, Barbie, hosszú. Hát most csodálkozunk, hogy ilyen visszamaradott vagyunk. Szegény. Hát persze, hogy most már nem akarok lemaradni semmiről felnőtt koromban. Hát, jó, de... Most majd kezdjük érteni akkor. És akkor nálatok, Patya, milyen vagy gyerekkorában? Hát ő is ugyanolyan, mint most amúgy egyébként, azonnal minden, rögtön, és az kb. Érdekelt egy ilyen 5-10 percig, és utána, hogy meguntam, szar, és akkor értem, csomószor, amikor valamit így játszottunk együtt, vagy valamit csináltunk, és akkor én, mire ő megcsinálta mindig először, hogy valaminek neki állt, és akkor mire odaértem én addigra, hogy meg azt mondta, ez szar, ez nem jó, hogy ezt abba hagyta. És akkor tudod, én meg így álltam ott, hogy geci, el kellett mennem mondjuk valamiért ahhoz a játékot, mire visszaértem vele, hogy ez szar, én meg ott állt, amíg tudott, és olyan, Annyira előttem van, szerintem ez olyan lehetett, amikor biztos ti is festettetek kiskorotokba vízfesték tempera, akkor előkészülsz, ecsetek papír, víz, Csenger odahozza a vizet, Patrik, faszom, erről már víz nélkül felkentem vastagon a temperát. Nem festésen kívül, varázspapír. Jó, igen. Te hülye vagy, tesó, mi végtelen dolgok. Mi nagyon sokat festettünk. Mi rengeteget. Szerintem neked az Andi
biztos mindenki. Hülye vagy. A Patrik kézügyességéből kiindulva... Hát jó, őket is sokat szétraktam. Én annyira emlékszek, hogy itt festettem, hogy rajzoltam volna. Mi volt a kedvenc játékotok régen? Mit játszottatok a legtöbbet közösen? A vadászlesen. Ja. Volt vadászlesen. De soha nekünk, elmondom, hogy volt. Saját vadászlesen. Ja. Hadd mondjam el. Elmesélem. Csodálkozunk, hogy figyelj, gyerek volt hátul a nagy udvarban egy gigadiófa, ja. És az mellé apa épített egy gigászi vadászlest, ami kétszintes volt, alul homokozó. Egy átjáró híd volt a azt fára. A fáról. Várjál, a fának a tetejéről lógot vágod egy kötél, amin volt egy gumi, amivel ki tudtál lengeni, átkapaszkodni egy tujára. Ja. Aztán fönt a második szintjének a vadászlesről ágakból csináltuk egy csengere még egy átjárót, onnan fel lehetett menni a fának a leges legtetejére. De itt hány évesek voltatok? Nem tudom, ilyen 10, ilyen 5-től. Most ő rögzett, a 15 évesen meg a Bágeren izét építették. Anyu, megyünk, gumikörtén. Na de amúgy, ez alap. Amúgy őszintén, de most, hogy hadd mondjak el nektek valamit, mert amúgy szerintem ez nagy tanulság egyébként, hogy mivel nekem soha nem volt ilyen faszom lesem, meg semmi, én még most is tökre építenék. De amúgy te soha tényleg, amúgy ez lehet, hogy ez az. Mert elmondom neked, hogy olyan vadász lesz, amíg ott világ vége. Aludtunk is kint. Mi aludtunk kint, olyan volt. Ne is aludtál kint, a mamiéknál sátraztottam. Jó, de az milyen? De nem, mi a vadász leszünkön aludtunk. De az milyen gagyi, hogy a sátorba alszol a kertben, mint valami fogyatékos. De ment el otthonról csomagolt, megyek sátrazni. Mondom, az nagy. Mondom anyának, hova megy sátrazni? Mamiék. Van a faszom, érted? Na most akkor ez a műsor arról szól, hogy járassunk le engem. De jó! Figyelj, tényleg, ez kurva jó szerintem. Figyelj, nekem nem volt vadászlesem. Én ezért építettem meg 17 évesen is. De most csinál, nem építünk majd egyet? Építhetünk. Jó, de jó, mi azt mondom, nagyon sokáig építettük. Jaj, úgyhogy így, nem úgy, hogy egy időtartam, hanem sok éve. Éven Nem. A les az apa megcsinálta a bombára. Mi csak tudod, hozzátákoltunk mindig. A diófát raktuk körbe. Vágod, szóval nekünk volt kosárpályánk, focipályánk. És ez megszűnt? Meg. Ott egy nagyon nagy telep volt mellett. Igaz, az összes utcáig az mind. Csak kellett adva. Ja. Aztán ott minden volt, minden. Még snowparkunk is volt. Jó, hát azt is Patrik építette, annyira volt snowpark, de hát jó volt. Fogás szerint ugye nem értem oda. Várjál, most ha már itt tartunk, ezt a sztorit hallgassátok. Lehetett a csenger egy olyan, hát nem tudom, másodikas, szóval ilyen 9 éves. És anyával összevesztek meg valamit, nem tudom meg, és mondta, tél volt. Ez jó lesz, figyelj. És mondta, hogy neki elege van ebből a családból, elköltözik, és képzeld, várjál, igen, akkor ilyen, elsős lehetként, figyelj, ott volt ugye fent az emelet, a sarkon, a szobában, ami az udvarra nézett, és akkor csak így mondta a csengére, hogy neki elege van a családból, ő elköltözik, és akkor hallottam, becsukodik a szajtó, várjál, 6 évesen nyomolja a keci, várjál, és így kinézek az ablakon, és az ablak alatt elkezdett hóba, mert esett, hogy iglut épít. Kiköltözik oda! Olyan hideg lettem, visszajöhettem! Ez kurva jó! Én is elmentem sátrazni, csak nem jutottam olyan messze. Amúgy a csengert ezt bírom, hogy a mai napig ő így kiáll magáért. Ott évesen elköltözik! Egy olyan 7-8 métert jutottam. Na, akkor most már tudjuk, hogy ők milyenek voltak gyerekként. Én milyen voltam, Brigi? Nehéz. Hát az a baj, hogy igazából én ugye mindig ki voltam rekesztve. Veletek születet kell tartani már az elején, úgyhogy akkor már nyilván folytassuk. Kibontanád, Léci, csak na, a körmös. Hát, amúgy csak... nekik én sem. De ti ugyanazt csináljátok mindig? Vajde. Ott az hát urat. Igen, körmöshoz járunk. Én milyen gyerek voltam a ti szemetekbe? Hú, de jó. Te mindig építettél, tákoltál. Az de udvaron, mi? Mindig az udvaron volt. Hát ugye akkor meg esett a hó, bunkereket épített, és áthívta a barátét, és akkor hócsatáztatok. Hát de most nem jó? Most meg hó sincs, semmi nincs. Emlékszem, egyszer egy hócsatában a Barbie is ott volt, felpidobta az egyik akkori legjobb barátom kapásból. Igen, és utána egész délután anyunak sírt a konyhába. Igen, meg olyan is volt, hogy elmentem veletek biciklizni oda a bácsán a izébe,
Amikor ugye megtanultam a biciklizni, hogy az sem volt kérdés. Mert ilyen homokbuzlékon biciklisztettetek át engem. Mert úgy volt, hogy a Ricsi volt a haveréval, mi meg a Brigivel volt biciklink, egy piros, meg egy sárga. Sértettem, hogy mehetünk el vele. És mindegyiken katicás ilyen csengő volt. Tiéd volt a citromsárga, enyém a piros, és így ezerre tekertünk utánuk, mert ott mert ugye lehagytak. Ugye lehagytak, ugye? Hát mert akkor is ott akart lenni az kezdésen. És akkor ilyen homokbuzlákon mentünk át, te emlékszel arra? És én ott elestem. Ott volt, tudod, ott, ahogy mész nagybácsára. Hát meg ez mindig bicikliszté. Non-stop bicikliszté. Folyamat. És ha megsérült, anya, léci, ne vigyél kórházba! De már kb. Futott a piros sigalát, ne vigyél be! Faszom, tudtad, hogy ha bemész a kórházba, az instant fájdalmakkal jár. Milyen volt így a viszonyatok gyerekkorotokban, hogy mi is hárman voltunk, ti is hárman, ki kivel volt jóba, illetve mennyi ideig tartott megbeszélni a dolgokat, mikor viták voltak. Ugye most kezdhetjük akár mi is, mert mi is mindig hárman voltunk, itt most amúgy élek is a lehetőséggel, hogy én kezdjem, mert én amúgy azt éreztem, hogy engem mindig ki voltam rekesztve. Nem, de most mi mégis lányok voltunk, korosztályban amúgy közelebb egymáshoz, és babáztunk. Hát jó, és mi csináltunk az, az a törés nekem, hogy... És akkor emlékszem, feljátszottunk a gyerek, mert ugye amúgy mi a mamáéknál voltunk mindig hárman, a legtöbben együtt. Igen. Anyáik ugye dolgoztak, és akkor mindenki a mamihoz passzolta a gyerekeket. Szóval itt ők ketten fogtak amúgy össze gyerekkorukban. De nem összefogtunk, csak te is bejártottunk. De romboló volt. Igen, ezt mondották, és építés, és rombolás, és fel babázunk, mi az első bejön, és valamit lerombolt. És akkor mi a Dugdostad a babáinkat. Ja, nem direkt volt. Hát ja, nem direkt volt. És már jött fel a lépcsőn, ilyen fa lépcsővet, és recsegett. És akkor mindig. Mama, Ricsi, nem vagyunk egy játszani. Ez volt ugye gyerekkorunkban, ez ilyen, mit tudom én, 8-tól 14-ig kb. De amúgy volt, amikor meg tök jól eljátszottunk. Hát ritkán. És egy utána, társas... utána viszont ilyen 24-től, meg a Barbie-val lettünk mi nagyon jóba, azt kikönösítettünk a falfuba. Igen, úgyhogy nekem meg az hát rosszul, főleg, hogy otthon voltam a gyerekkel, sose értem rá, ti meg mindig mentetek, csavarogtat, meg ugye ez meg mindig tart. Nálatok voltak klikkek? Vagy a hárman sosincsenek, vannak klikkek? Szerintem azért nem volt, mert ugye a játszás az alapból ugye egyedül volt lány, meg ott azért így mi kettőnk, meg a Jászlín között nagyobb a... Ja, mondjuk igen, nagyobb a korkülönbség nálatok. Ja. Mert nálunk ugye tényleg így szinte sorban van, és így tökre... Amúgy van az a szintem, ugye, amikor még valaki olyan fiatal, hogy még csak azért nem lógsz vele, mert fiatal. De... Én a Barbie-val voltam itt sokáig. Így leszartam. De utána velem sem lopta. Nem, egy kis öcsi volt, tudod? Most mit csinálnak konkrétan vele? Szégyeltél. Konkrétan nem vallottad be egyszer, hogy a tesód vagy hát, rossz. Hát ekkora gipsz volt a fejed, de most mit mondjam? Igen, és arra de teke... De azt voltam? Nekem nagyon kiállt a fülem. És ilyen nagyon kicsi, a harmadikas voltam, és így annyiak megengedték, hogy megcsináltassuk, mert na, figyel, annyit bántottak a suliba, olyan volt, mint hogy ide tenném a tenyerem, és kb. Ez a fülem. Olyan szép voltál de... akkor is. Na mindegy. Nem tudsz bevágni ide egy képet. Nem, te soha nem. Nem, azért nem akarom, mert amúgy tényleg geci sokat bántották, és amúgy ja. Tudom, hogy akkor nem voltam, vagy hát akkor is jó testvér voltam, de nagyon sajnáltam amúgy, hogy bántják, mert amúgy őszintén mindig ismertek, mert akik nézik ezt a videót ismernek, hogy amúgy én is szeretek bántani embereket, de én mindig olyan embereket bántok amúgy, akik meg tudják magukat védeni. Szóval mondjuk piszkállak téged, de tudod, megy ez az oda-vissza. És azt mindig tökre utáltam, amikor valaki olyan van piszkálva, aki gyengébb, tudod. Mert az azt hiszem tökre nem igazságos. Nálunk is a suliban mindig gyerekkoromban kiálltam azokért, akiket így piszkáltak. Bántottak. Igen, és a Brigi ugye nem védte, de Brigi egy ilyen tök aranyos akkoriban, egy tök aranyos kislány volt. Ez ugye megváltozott nála a tinédzser korban, ezt ja, te is tudod. Vadorzó lett. Igen, és a gyerekkorában egy ilyen senkit nem tudott volna ártani, és szegényt így bántották is. És már annyira... nem akartam suliba menni, és akkor így mondták anyáik, hogy jó, akkor utána járnak, hogy ezzel lehet-e valamit csinálni. Na, hát lehet-e. Az lett a lényeg, hogy végül is ugye megműtöttek, és hát suliban ne hiányozzak hónapokat, nagy nyári lesz. Szünet. És már otthon voltam 4 hete, tényleg egy konkrét gipsz volt a fejemben, mert ilyen szorítókötés, hogy ne ugorjon vissza, meg mit tudom én. És akkor mondja anya, hogy Brigike, már hetek óta itthon a nyár, vagy menj el biciklizz egyet, vagy valami. Gondolj bele, tesó, hogy egy ekkora turbán volt, úgy nézett ki, mint a mohójójó, komplet a fejét. Körbe volt a fejed, de nyolc, hogy lett volna a fejed. És akkor a Ricsiek mindig ott a tulip, ott a sulinál lógtak. Hát akkor voltam 13, egy kerék az utcán, tudod. És akkor
meg arra tekertem, és akkor csak ennyit hallok az egyik haverja, de nézzétek már azt a csajt, mi van annak a fején? Vagy nem is, valami ilyen. Úristen, nézzétek, hogy betört a feje, meg így állok. Meg így áll, és így előttem van, hogy így tudod, így vártam, hogy mondja, hogy ja nem, csak a tesó, íz, és így elfordul, ja lehet betört a feje. Szóval ilyen szégyen. És akkor így tovább tekertem, és hazamentem, azt mondja, anya, meg is jött, ja? Mondom, inkább így nem, hogy tényleg szégyellem, nagyon-nagyon buta voltam amúgy, nagyon buta voltam. Figyelj, ez megnyugtat, most már bármi történne veled, magam elvállalnám. De akkor, most érted, muszáj volt ott keménynek tűnnöm, tudod, most mondanám, gondolj bele, ott ellövöm, hogy ő az én húgom, mondanám, hogy itt a betört fejűnek a bájtja, basztassuk, köpködjük le, na most érted. Miért köpködtek volna be? Nem tudom. Köszönöm, akkor nem voltak klikkek? Nem. Hát nem mertek itt, hogyha bárki kirekesztett volna a másikat, az egyedül játszik onnantól kezdve, érted? Nem mi amúgy, de amúgy mi nem tudom, mi nem nagyon vesztünk össze, és hát ilyen úgy nem, hogy így... Ja, összeveszések nem volt. Mi amúgy az utcát azért... jártuk folyton. Bemásztunk az öregasszonyokhoz gyümölcsöt lopni, always. Szétloptuk a helyet az utcát. Nem, ja. Nem játszottatok ilyet, hogy becsöngetetek és elfutottatok? Aztán, figyelj, ugye a Réfoluban lakott a mamánk, és a nyarakat ott rúgtuk le együtt nálad, így az egész nyarat. Amúgy ez nálunk is olyanokat így műveltünk ott, hogy ott volt két barátunk, akik ilyen... Hát ők vittek bele rosszba, nem? Vagyis, hát nem kellett. Gondolom nehéz volt. Nem volt nehéz. Gondolom mondtatok ne csak a rosszba, ne! Szerintem ott azt a Réfalusi negyedet... Hát azt csak őt, engem nem. Ja, Csenger az nem, az okos volt. Én mentem. Hát te mit csinálta akkor? Várj, elmeséljem azt! Akkor kisebb voltam azért. Ja, emlékszel arra? Volt egy sztori, figyelj. Álltunk, emlékeztek a régi Réfalusi hídra, a gyalogosra, amikor az a vékony. Na és akkor ott voltunk, ilyen négyen, így a spanok, majd a Réfalusi spanyaim, és akkor jöttek az evezősök, és leköpdöstük őket a hídról, ugye ez nem szép, de leköpdöstük, majd mondtuk nekik, tudod, hogy basszátok meg, meg ja, várjál, és akkor tekertünk biciklivel a Tréfaluba, és egyszer csak ezt 10-en megjelentek biciklivel, de úgyhogy én akkor voltam kb. 12, meg ilyen 18. Az elvezősöknek volt ekkora hátul. Várjál, és ugye tekert mindenki, és ugye engem kaptak el, és ugye mivel én voltam a hátul, elkaptak, és ugye a többi meg eltekert, ugye elkaptak. És rágott dugtak az orromba, felcibáltak az árkát hittetére, hogy le fognak dobni. Úristen! És bőgtem az életemért. De jó fejek voltak, mert hozták a biciklimát, tudod? Ja, nem voltak nagyon gyökerek. Nem voltak nagyon gyökerek, csak mert morrás ragadtak nagyon. Fölvittek, beledugták az orromba a rágójukat, felvittek a hittetére, és így ott kilógattak a szélén. Vagyis hát így a korláthoz elkezdtek. Nem is mesélted még, Geci. Geci, és várjál, tudom mi a legvicc... nem, tudom mi a legviccesebb. Egy pár hete Barbie ment a kebabba zárni, és a gyerek ment kebabért. Csak ugye nekem beleégett az arcomba, ő fejet. És a Patrik már csak a korláthoz le! Köptem! Jött a gyerek kebabért, Patrik! Csak ott pont a szám elé köptem! Amúgy ezek a gyerekkori sztorik így nagyon bele tudnak égni. Amúgy nekem ilyen azért nem volt, mert én soha nem baszakodtam a nagyobbakkal, főleg nem. Én folyton bazeg, folyton. Én csak tudtam a helyem a hierarchiában, én nem. Hát figyelj, nálunk a legkomolyabb volt az utcánk végén a pálya, tudod, a telepi pálya. Hát egy nyáron ilyen 6 labdát kellett venni, mert minden életre halára, tudod, telepvélyes Áhim András utca, elvették a labdánkat. Szóval jó, hogy aki vesztett, attól elveszik. Nem, ha vesztették, és a Csengerre, tudod, mindig megvették apáik, tudod, az a Tiempo, meg a Todál 90 labda. Emlékszel, volt egy labdánk, citromsárga lila Tiempo. Nekem is meg volt. Igen, figyelj, úgy mentünk kifele, tudod, gyalog 5 perc a pálya, lát, le se pattintott. Lerúgtunk a meccset, nyertünk, hogy milyen faszosko mondták, na húzzatok a picsába. És elvették. Hát. Geci, amúgy szerencsére tőlem, nem is tudom, vettek el valamit, szerintem igen, egyszer vettek el egy sapkát a belvárosba. Emlékeztek azokra a sapkákra, a koripályán nagy divat volt, kilógott a tüsi, haj. Igen, nagyon jó volt. Egy olyat leloptak a fejemre a Baros úton, és amúgy bekönnyeztem hazafele. Bellem. Ja, de így mentem haza, és így levette egy ilyen nagyobb... Egy ilyen nagyobb, most ilyen akkoriban azt hiszem ilyen pánkok, tudod? Ja. Így levették, tetszett nekik, mire visszafordultam, mondom, ez elúszott. Többször egyszer akartak elvenni valamit, de nem tudom, sétáltunk haza Patrika, de akkor is, az ugye, meg mindig majd ugyanaz a korszak, én geci kicsi voltam, sétáltunk haza, és akkor jött egy ilyen
rossz arc a gyerek, és már tudod, hogy láttad, hogy ebből baj lesz, mert sétáltunk az egyik oldalon, a másikon, és így átsétáltunk. És valamit így mondott, Patrik azonnal elfutott egy ilyen 15 méterre, Lari megfordult, és nézett, hogy mi lesz, tudod. És akkor én meg ilyen 4-8 évesen álltam ott, hogy mondom, most mi a fasz legyen, érted? Aztán nem is tudom, mi lett a vége. Lehúzott? Nem, ez ott, ott volt az utcában. Amúgy nem tudom, hogy a mai világban szerintem nem tudom, hogy ez még van-e, de én akkoriban tökre féltem attól, hogy így lehúznak, hogy akkoriban nektek is más volt. Hát most gondolj már bele, régen a Kossuth utcán, geci, busszal nem mertél végig. Volt, tudod, hogy tudtam, hogy mondjuk nem megyek arra, mert lehúznak, és ez volt az, hogy lehúznak. Nekem is mindig mondták, amikor mentem edzésre, ugye odajártam a Bercsényébe, Adidas táskánk volt, hogy ne kifele legyen az Adidas írásnak a jelenem befele, hogy ne, hogy kitépjük a kezedből. De mindenhol amúgy, a városban is simán izé egyepáltak egy-két, hogy egy cuccodat megszerezzék. Mondjuk ugye téged ugye nem? Engem ugye nem, de... Most egy kicsit áttevezünk egy kicsit ilyen jobb vizekre. Ugye nagyon sokan kérdezték azt, hogy a legjobb élmény a tesótokkal. Én ezt pont azért tettem bele, mert amúgy én erre tudok válaszolni, de amúgy nem tudom, ez amúgy egy kurva nehéz kérdés szerintem. Én nekem ez könnyű. Könnyű? Nekem könnyű. Figyelj, akkor ki kezdi? Én kezdtem. Figyelj, nekem kettő, ami megragadt nagyon. Na. Az első, amikor megjelent a PlayStation 1. Igen. És azt megkaptuk karácsonyra. Zsíru, persze. Geci. És az, amikor kijött, és a Gran Turismo-t, emlékszel? Megfordítottuk a kanapét, ketten álltunk a kanapé tetején, és nyomtuk a Gran Turismo-t. Az ilyen karácsonyi vibe-ba? Aha. Amúgy a szent este, 24-én. Amúgy azok... És üvöltöttünk a mamával, fogja már be, mert nem halljuk. Jó, és csak ugye ennyi hang volt, hogy... Csak ugye akkor volt először, és az, a másik, meg az, amikor szerintem lehetünk ilyen... Hát én lehettem szerintem ilyen 12-13, a Csenger az 9-10 körül, és Horvátországban ugye mi állandóan tudod magánutakon jártunk. Odaértünk, anya még annyit sem mondott, be kellett titeket, mi már 200 kilométerre valami hegyen másztunk, és ott találtunk egy geci komoly ugrálót, emlékszel? De ez már ilyen, mennyi ez volt? Kicsit, most mondtam. Ilyen 13 lehettem, én a Csenger 10. Annál szerintem több volt. Na hát valahogy akkor... Hát ebben az előtt ki lehet számolni, nem olyan bonyolult volt. De nem úgy. Nem amikor volt. Nem úgy, akörül, ilyen nem lettünk több, én nem lettem több 14-nél, 15-nél. Ja, akörül lehet. Csenger meg ilyen 12-13. Szóval, sőt, nekem azért jó, mert mi a családdal minden hétvégét rúgtuk. Bakony, jaj, ilyen gletscher tavak, mindenhova mentünk, Ausztria, mindenhova. Szóval mi azért így, de minden hétvégén rúgtuk. Amúgy a ti családotok mi szerintem nagyon jó, így, hogy így megismertük. Vagy szerintem a ti családotok az ilyen kurva... Ilyen nagyon jó gyerekkoratok lehet. Hát nekünk amúgy nagyon-nagyon jó meg volt. Meg ugyanolyan összetartóak, mint mi. Ja, igen, amúgy az, tényleg a Patriknek ugye együtt vannak a szüleink, nekünk ugye elváltak a szüleink, de szerintem amúgy, amikor elkezdtem jobban megismerni titeket így, az volt benne, hogy a ti családotok az tényleg ilyen tipik jó család, amiben így, de hogy így utaztatok tényleg sokat. Minden hétvégén. Vagytek igazából sok közös élményetek Gelszire. Van, de akkor ez a kettő legjobb. Jó, úgy, de karácsony nem lehetem, hogy lettem ilyen amúgy ebből az egészből. Ez a karácsony amúgy előttem van, tudod, akkor megkapjátok az egészet. Igen, az így volt amúgy, ja. Figyelj, nekem amúgy a legkomolyabb közös élmény, ami most olyat mondok, ami közös, hogy a Barbie is benne van, amúgy a legjobb favorit az, amikor a Brigi megszülte a babát. Ó, ugyanerre gondoltam, de mondom, nem mondom, mert hogy az, tehát hogy az nem, abban már nem csak mi vagyunk, hanem a gyerekek ja, is, de hogy az úgy volt, igen. Az úgy volt. Nekem is kettő van az egyik között. Hogy a Brigi ilyen magánkórházba szült, és mi szerencsére ott tudtunk lenni végig, és az egy olyan pillanat volt szerintem így hármunknak, hogy az nagyon igen. Komoly, meg amúgy ami legjobb pillanat még, szerintem amikor még gyerekkorunkban együtt elmentünk nyaralni. Egyiptomban. A Barbie szülei elvittek, igen, és akkor ott az a... És ugye ott végig egy szobában együtt voltunk. Ja, az egész, az meg ott hazafel, mikor lerobbant a kocsi kereke. Ja, jöttünk haza, és akkor a Barbie faterjának akkoriban egy ilyen nagyon Ford. Szakadt Ford-ja Ford. Volt, de nem ilyen... Nem is tudom, ilyen csoda, hogy ment! A Peugeot ahhoz képest luxus autó. Nem Escort, nem tudom, a kurva. És tudod, és valahogy olyan Ford egyébként. És jöttünk haza az autópályán, már jöttünk haza éjjel,
és akkor egyszer csak elrobbant a gumi. De ez a kocsi amúgy olyan volt, hogy csoda, hogy ment, igen, nem? Igen, elrobbant a gumi, és akkor szikrázott a kerék. És mert nem ugye mertünk, nem álltunk meg, mi nem mertünk, hogy még nem mertünk nevetni, és akkor így mindenki így visszatartott, és akkor egyszer csak a Csabi is így elnevette magát, és az egész autóban így öten ültünk, és annyira beszakadtunk. Hát meg a bőröndök, közben már annyit mentünk a lyukasból, hogy leszakadt. Leszakadt, és akkor így a Csabi is elkezdett. Ültünk így pattogtunkat átul, a felnyi pattogba jöttünk, az egyetlen nyaralásból. Mit mentetek így? Hát szerintem egy 15 kilométer. Ugye a Csabi az nem adja fel. És kiállt, és a felnyitod, és megrendezett a Csabi. Ezzel nem megyünk tovább. Annyira elkezdtem nevetni, és ez úgy belévégett ilyen nagy közös pillanatnak, hogy nyilván amúgy ezer közös jó emlék van, mert nem tudom, tudod, ezek így de így azért volt meg. Nagyon jó, mert itt már korban is tök közel voltunk egymáshoz, mert úgy, hogy mindenki olyan idősebb volt, igen, mert ezen x évesek már. Voltunk, és már nem volt az, hogy csak mi, vagy ilyenek. Beszélek. Ugye, Brigitte, ugye, mert ugye a YouTube-on, tudod, az szokás, hogyha egyszer mondasz valamit, igen, akkor az ugye ott marad, és azt az emberek tudni fogják rólad, uh-huh, hogy te ezt állítottad. És ugye te azt állítottad, hogy hát, hogy te nem vagy képes velem egy háztartásba élni. Ezt maximálisan. Sokakat az érdekel, hogy ez miért van. Aj, az a baj, hogy sokszor nagyon gusztustalan vagy. És az a baj, hogy nekem ez a küszöböm, ez nagyon kicsi. Nem az tehát egy kis tapulja, rosszul... egy kis na, ez. Tehát alapból nagyon gusztustalan, hogy orrod fújsz. És tudod, hogy ki vagyok. Tehát... Milyen a Barbie, hogy fúj? De az csak hangol, de te neked ott... Tudod, hogy átázik a zsepi, akkor meg... Miért nézed meg? Mert ki nem... Te nem nézed meg el? Na, én is mindig megnézem, hogy fújtam, mi a fart? Alapban szerintem neked a férfi dolgokkal van. Szerintem most adjunk teret a Brigitte, ez hadd fejtsd. Miért az orrfújás, az nem férfi dolog. Nem kell megnézni, ki fújod, az azért van, hogy kidob. De, mert meg kell nézni, mi a fasz jött ki. Ő velem szembe, eszi a vasárnapi húsleves, kifúj és oda rakja elém. De nem vicces, hát nem, nem. De hol rakná? Hát a kukám. Vagy a zsebébe. Vagy igen, azt vagy a zsebben tiszta takony lesz belőle. Igen, pontosan. Inkább kirakom, Brigitte, ezt tudod, mindig böfög, és úgy böfögsz, hogy utána rám fújod. És az a szag. Fú. Na, nagyon rossz. És így néz a szemed, és így... És közben néz, és várja, hogy mit szólok. Hát mit szól? Igen. Jó, gyerekkorunkban terve voltak ezek a nyálcsorgatások, mikor a papszára csorgattam. Amúgy azt csinálta mindig, amikor felidegesítettem valamivel, mert ugye, bár, mert én nem vertem meg amúgy a Brigitte. Hát még jó! Vagy most nálatok voltak gyerekkori verekedés. Na, de rendes. Most hát jó, de te két fiú vagy, de tudom, hogy ezt mind nem vertétek meg. Hajaj! Oh-ha! Nem-e? Én nagyon elpicsáztam párszor. Jó, mondjuk azt megértsem, besolyált. Nem, így van, nevelő szándékkal csak. Jó, de ezt mit értenem. Én nem mentem bele a verekedésbe, mert ő mégis lány. Ezért ki kell találnom valami opciót, amivel meg tudom büntetni, hogyha rosszul viselkedik. Lefogott, de úgy, hogy rám ült, és a kezeimre meg rá térdelt, rárakta a térdelt, és úgy ült rajta, hogy ne tudjak mozogni közelhajat, és ilyen, ha cukrosat evett, attól sok a nyála. És így rám folyatta, és az utolsó pillanatban, hogy hozzám ér, visszaszívta. De ugye ez nem mindig jött össze? Na, igen. És akkor kajak leköp. Oh, és ezt most így be tudnátok mutatni? Nem. Szeretném, igen. Nem fizet eleget. Gyerekek, hova jutottunk? Nem, úgyhogy, na, és akkor mondjak még. Hát miért tudsz? Hát nem tudom, azért az alvajárásod is ijesztő. Jó, az mondjuk, akkor voltam. Ja, amúgy én amúgy alvajáró vagyok, kajak. De a mai nem napig. Vagytok azok? Én nem. De ne csinálj, mint ez tök normális dolog lenne, mert nem az. Nekem, nem, vagy én nem vagyok az, de egyszer volt olyan, hogy aludtam, és akkor valamiért így ránéztem az órámra, és azt flasheltem, hogy reggel 6-a, és hogy megyek dolgozni. Anyádat, és anya kelte, vagy is és felkeltem, felöltöztem, és elindultam kocsival. Még Ausztriában dolgoztam akkor. Elindultam kocsival, és akkor... De úgy képzeld el, hogy... De ő nem az! Hogy mi lenne, ha az lenne? De az már nem volt, azt hogy megjöttem az autóba. Ja. És akkor elindultam, és én mentem arra abda felé, hogy felhajtok a pályára, és akkor az volt a szerencse, geci, hogy a kb. Ott valahol, hogy mondom, rakok zenét a telóbrotod, rákapcsolok a bluetooth, rányom, éjfél. Egy órája feküdtünk, hogy
elállít, és akkor hazamentem, aztán, de úgy, hogy felvettem ruhát, úgy, ahogy voltam, visszafeküdtem, mondom, még egyszer már öltözök fel. Nekem annyi alvajáró sztori nagyon van, sok, nagyon ez volt olyan, hogy anya a fürdőkádból szedett ki. De az nem egyszer volt, egy hétig minden éjjel arra keltünk, hogy csobog a víz, ez ül a kádba, de anya azt mondja, hogy ilyenkor nem tiszta a tekintete, tehát hogy nem így ül ott, hanem így nem tudom, és akkor ül már be messzelenül a kádba, folyik a víz, és és akkor megy ki egy Ricsi! Nagyon sokszor keltem erre. Visszahozni. Mert ugye bezárt Ugye Márti mamánál aludtunk, és akkor arra lettek figyelmesek, hogy valaki kifordult a kapun. És az a Ricsi én voltam pizsamába, takaróval, és mamáig hoztak vissza ott a kapubejáró. Másnap nem emlékszik rá. De olyan is mondod, hogy kiment és belepisélt a kukába. Ja, az is arra keltem, hogy csobog az acskó. Csak a kukába pisél. Volt na, olyan, és ugye miért nem tudunk együtt tenni. Volt olyan, ezt most nem fogom nektek... De ezt most elmondom itt podcastben, ezt még nem mondtam soha sehol. Ti ugye tudjátok, hogy ugye nekem nagyon durva kígyófóbiám van. De én kb. Ilyen 18 éve ugyanazt álmodom. Kivéve mostanában, most az utóbbi 4 éve, mióta még így hárman jóba vagyunk, az a visszatérő rémálmom, hogy benn vagyok egy szobába, ilyen pizsamába, tudod, de azért használok mindig a rövid gatya pólóba, hogy most ez fasság, de hogyha futnom kell valóval, akkor ne pucér legyek. És így mindig az az álmom, hogy a Patrik meg a Barbie bedobnak mellém egy nagy anakondát, és nekem ki kell jutnom. És geci nagyon durva, mert régen is dobták be ezt az anakondát, csak akkor nem ők, hanem nem tudtam az arcokat beazonosítani. És amikor beköltöztünk Marcalba, ugye panellakásban laktunk, és ilyen kis szobám volt. Most ez mekkora az a szoba? 3 méter x 3 méter? És tudod, nem volt ajtó, azért, hogy több hely legyen, tudod, hogy ne nyíljon ki, hanem ilyen tolóajtó volt, ami fel van furva a zsaluba, és akkor ott de izé... harmonika ajtó. Ilyen harmonika ajtó, tudod. És geci volt olyan, ugyanez az álom, és telibe kifutottam a csukott harmonika ajtót, keretestől kifordult az ajtó. És geci anyám meg így jön, hogy mi a fasz, tudod, én meg állok, és utána mi lett az eredménye? Kaptál egy rendes ajtót, azt meg bezártad estére, ugyanezt álmodta, és egész ilyen dörömbölt az ajtó. Ó, hogy ez nagyon creepy. Mert hogy nem tudtuk felkelteni, ő ezt álmodta, menekült, nem volt zárva, de nem tudta neki megmagyarázni, hogy nyisd már ki azt a kurva. Kintről üvöltötték, én, hogy nyisd ki az árat, én meg csak ütöttem. És amúgy most ezt még elmondom, de a Barbie-nak meséltem, hogy egy 3-4 hete elkaptam a kígyót. De mert mondtuk neked, hogy kapál el azt a geci kígyót, hogy lehet az álmomban ráugrottam oda a földre, és arra ébredtem, hogy hogy gondoltam, hogy egy teli térdel így ráugrasz valamire, és arra ébredtem, hogy ráugrok a parkettára, és ugye nincs semmi. Jégolj szegény térdeinket, mi a fasz? Gondolj bele, mit kaphatott ez a test, amikor meglódul. De mi? És arra kelt, hogy ott vagy a föld. Ja, és így, bazd meg. Tudod így, hogy a faszom már megint ez, tudod? Igen. De ezt tudsz irapszni. De azóta álmodtál ezzel? Azóta, nem tudom, faszom, nagyon szar álmaim vannak azóta. De azóta konkrétan, ez szerintem nem volt. Na, de miért, amikor egyszer Horvátban... Amikor Horvátban voltunk, és buli után ugye kiütöttem magam, és ugye nem keltem fel, ugyanezért üvöltöttem. Ugyanez volt az álom. Képzeld el, én aludtam, annyira bevertem, tudod, hogy káó, fölakadtak a szemem, az alvás. És a Barbie-ig mesélt. Én meg videót vágtam, és én nem rúgtam be, hanem én igen. Ott vagyunk Horvátországban, úgy volt, hogy így mondjuk, mit tudom én, itt a nappali, és ebből nyíltak így a szobát. Tudod, így mindenfele szoba. És akkor alszunk, és akkor egyszer csak eljött hallgat, hogy HÁÁ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 Á
mondom, Ricsi, ér rám! Ricsi, velem üvöltött! Ricsi, a Patrik ágya mellett! De így nézd, én fekszek, ott a fejem és így üvöltött rám! Ricsi, jól vagy, és így hogy hagyjuk. Bement a szobába, ha szerintem ott rájött, nem, mert ez annyira geci kellemetlen. De és azt kérdezed, nekem reggel mesélték, én látom. De pont így nem emlékszem. Kurva nagy. Ez kurva kellemetlen egyébként. Tehát, hogy így ezekért nem szeretnék már veled élni. Én soha nem jártam arra. Nem, kielégítem. Soha. Amúgy ez amúgy kurva kora lehet. De én amúgy megtapasztalnám ezt. Főleg, hogy nem könnyű felkelteni. Nekem is volt. Meg elvileg nem szabad, nem? Sok mindent mondanak, de... Nekem is volt egyszer meg én is visszatérve, amikor mondtad, hogy ez geci kellemetlen, nekem is volt, feküdtünk otthon, és akkor
így valamiért felkeltem, és akkor az eszállt mondtam, hogy nézd ott a sárga kígyó. És így fölálltam, és oda mentem így a szekrényemhez, és így néztem be, és így, hogy azt mondja, Cseger, mi a baj? És akkor így én is így felé vett, és akkor... Ja, igen! És amúgy egy szó, de ezt érted, üvöltesz, hogy mondtam, hogy én nézd ott a sárga kígyó, és utána meg... Igen, igen, szóval így mit mondanád? Az a megalázottság. És amúgy ezért az egyére alszok, rövid gatya, rendes rövid gatya póló, hogy legalább ne pucéran legyek, kurva gáz, mert hogyha ezt a testet hozzáképzeled, az a végtelen megalázottság. Mekkor átvett volna pucéran üvöltesz a Patrik felé. Na igen, gondolj bele, ott állok, pucéran üvöltök. Kapcsolt volna a robotpilóta, aztán rettelt. Hát ugye vannak ilyen robotpilótása. Elnézést, műsorvezető, egy pisi szünet belefér? Bele, megnézem, mennek ki a kamerák most ennek a témának, úgyis vége. Na, felírtam ide még valamit, erről majd lesz egy külön adás, amire majd jobban ki fogunk térni. Szóval most nem is kell annyira kifejtegetnünk. Csak ugye ez is olyan dolog, ami közös bennünk, hogy ugye a tesóink hogy viselték azt, amikor elköltöztünk. Ugye én laktam kint 4 évet. Patya, te? Mennyit? Hetet. Te hetet. De ugye Patrik az csak ritkán járt haza, de nálunk ugye azért volt fura, mert én akkor költöztem el otthonról. Igen. Szóval hétvégén jött el csak haza mindig. De akkor meg te nem voltál szintén. Nem, akkor én sem voltam otthon. Mert akkor már suliba jártam, nem? Persze, csak te akkor mindig menetem voltál, meg én sem voltam sokat otthon. Igen. Egyébként az engem tök rosszul érintett, mert akkor mi alig találkoztunk. Tényleg? Én ezt amúgy nem is gondoltam. De, mert azért mi, hogy mindig úgy hárman együtt voltunk, ugye anya te én, és akkor abból te így full kiestél. Hétfőtől péntekig dolgoztam, meg amikor hazajöttél hétvégére, akkor te is csak város, színház. Hát nem tudom, színház ugye szereplős. Igen, meg ugye vasárnap, én azt utána annyira úgy gyűlöltem, hogy ugye minden vasárnap mentünk a mamához ebédelni. Tehát ugye, meccsen és ugye, de nem, most mondjuk amikor ott voltam most azt nézve, hogy tudod, már alig vártam, hogy itt talizzak veletek, tudod, így a Ricsivel is, és akkor így mama kitette a levest, Ricsi, oké, gyors rászult, 2 rántott húsra, gyors bekajálta, na jó, én mentem, hello, de hova mész, kisfiam, mindig kezdtem, hát ásni. Azon, faszért megy már el, érted, hogy alig vártam, hogy lógjunk hárul, ez meg állandóan lelépett. De most mióta 30 éves, ott marad vasárnaponként. Igen. De most már mit csináljak, már lefőttem. Már kiástam minden. Nem egyébként próbálom amúgy most már úgy csinálni, hogy a vasárnap az, amikor általában soha nem dolgozik, mert ugye így mindig, minden napra van valami, vagy van munka, vagy akármi, de próbálom azt, hogy a vasárnap már így ne kelljen. Max egy nagyon keveset még a videóhoz hozzá kell nyúlni, de vasárnapot nem tudom, ezt észrevettétek. Hát értékeljük. De amúgy ez vicces, hogy elköltöztem, hogy akkor te még csak kint dolgoztál, és oké, hogy egész héten kint voltál, de ugye hétvégén hazajöttél, akkor utána jött a betegséged, ami miatt itthon maradt, és ugye te igazából akkor még otthon laktál, és ugye én költöztem el előbb. Tehát, hogy mondjuk el, hogy azért te kicsit később költöztél el, mint én, ugye? Hát de jól, hogy tudtak kitenni otthonról. Igen, nem akartam így fogalmazni. Nem, mert amúgy de hogy tetszik neki? De nem azért, mert nekem erről is van amúgy egy feltevésem. Szóval most szerintem elköltözni otthonról korán fasz fölös. Gondolj bele, miért kezdenél bele abba, mi ilyen korán, ami így is úgyis eljön, és geci, ha még otthon laksz, addig tudsz venni magadnak extra dolgokat, mert nem kell azokra költened, tök jó, hogyha a szüleidnél tudsz lakni, és tudsz venni még jó cuccokat, egy kicsit azt tudsz lenni, hogy tudsz úgy élni, hogy jobban. Hát te éltél. Passzom, abban a cipőben vagy abban a szobában be se lehetett, mert mindenhol cipő. És az volt a mániája, amúgy még mindig, hogy a dobozok is. És konkrétan beve az ajtót, ő választott egy ágyat. Az ajtót nem lehetett kinyitni, ennyire nyílt az ajtó, és akkor ott be volt el aztán. Ott amúgy nagyon amatőr voltam, elmondom nektek, hogy tudjátok, akkor jött be ez a... van az a szoba. Akkor jött be ez a Pinterest, ez a Pinterest, akkor jött be, tudjátok. És akkor dobott be ilyen homos szart, és így nézegettem, és voltak azok az ágyak, aminek nem látszik a lába, és ilyen úszókeretes geci raj, tudod. De hát ezt nyilván ilyen 5-600 négyzetméteres penthouse-okba szoktak rakni, és akkor írtam az asztalosnak, hogy nekem mostanában a nagyfiú szobám lesz, egy ilyen ágy kéne, meg tudja csinálni. Mondja, persze, de ez minimum
2.50-esnek kell lenni, mondom, semmi gond. Tudod, nem gondoltam bele, akkora... majdnem ki kellett várni az ajtóból, ki tudja mit. Konkrétan a Ricsi az ajtóból ugrott az ágyba, anya utálta az egészet, mondta, jó, bazd meg, én ezt a szobát nem zsakarítom, de be se férek. Mindenhol csak az ágy volt, meg az íróasztal egy gullószéken. De aztán az ágy miatt az is kikerült, akkor már laptopja volt. Ja, igen, és, tényleg. Már nagy fiúsból nyomtam. Ja, de még a biciklit se fér, de az meg föl volt kötve a plafonra. Igen, ott lógott. Meg ugye körbecipők. De ez egy geci menő szobának számítana meg most is szerintem, csak az ilyen gagyi nézetekben nem. Mint... És amikor végre elköltöztél, ugye? Pár éve. Anya meg otthon sírt, mikor elköltöztem. Anyát pár éve, mikor költöztem el? Ne rölgjél, na baj! Egy 6 éve. Anyátad? Hát mikor költöztem? Egy 6 éve. Amikor hazat költöztem, akkor 2000... költöztem. Én 26 volt, amikor elköltöztem. De várj, én mikor? Én 22 évesen költöztem el. Az mikor 6 éve? De hogy 7? Akkor én 6. Akkor én már hát ezt mondom. Kurva szátok. Csengi, te hogy viselted? Hát... Amikor elköltözött, akkor utána annyit nem is beszélt, vagy annyit nem beszélt. Ja, akkor, ja. Nem mondjuk amúgy mi se. Akkor sem annyit. Anya itt otthon volt, és anya szólt, szerintem beszéltél Patrikkal. Na mostával nem. Írtam neki mi a helyzet. Á, fasz a minden, velem is. Ok, ennyi. Aztán 2-3 óra múlva megint ez volt. Amúgy a Patrikkal én se dumáltam, mikor kint lakott. Szóval amúgy... Jó, csak én a testvére voltam. Igaz felvetés, de jogos amúgy. Hát én tudod, rúgtam az ipartot, úgyhogy így elmártam. De milyen barta, hogy nem tudod a telószámom. Meg az volt beírva a telefon, hogy Polecki Brigitta. De most is az van. De most is az van. De most is az van. De miért, ha azt írod be, hogy Brigi, akkor nem tudod ki? Nem, én úgy akarom megcsinálni ezt a névjegyzéket, hogyha valaki hív, ne az legyen, hogy kis pintyő meg ilyenek, hanem tényleg. Gyors hívó, mi az? Nekem senki nincs ott bent. Nekem is gyors hívó. Mi az, hogy gyors hívó? Hát én a Csenger számát szerintem egy hónapja mentem. A Patrik Messenger-re hívja a Csenger. Nekem a Csengeri meg egy hónapja mentettem el. Én most de azt is azért, mert fontos hívás, fontos. Bár North Face kalapot hozott nekem, és ja, nem volt térő, és kigattantam, és akkor írta le a számát, és akkor mentettem egy 3 hete. Most egy olyan dolog lesz, amit kérdeztek, kicsit így kiegészítettem én is, hogy melyik családba, majd eldöntjük, hogy ki kezdi, ti vagy mi, ugye ti most csak ketten képviselitek ezt a családot, Jászmi sajnál nincs itt, vagy mi. Szóval melyik családban kik a család kedvencei, ezek miben nyilvánulnak meg, és ezzel kapcsolatban van-e bármi sztori. Szerintem ez... Kezdjétek ti, én addig összeszedom a gondolataimat. Nálatok is volt kedvenc. Nem volt, van. Figyelj, nálunk... Nem, igen. Sajnos. Most kertet húzhatjuk, a Ricsi volt a kedvenc. De amúgy igazából annyiból pontosíthatjuk, hogy amúgy nem nálunk nem az egész családra vonatkozik ez, hanem egy személyre vonatkozik, a déd nagymamákra, aki hála jó Istennek még mindig él, és neki a kedvence a Ricsi. Szóval, de hogy az úgy... De nem úgy a kedvence, hogy így jobban szereti. Vagy valami, hanem ennek hangot is ad. Tehát, hogy féltolt minket. Tehát rendszer... Tehát volt, én jogosnak érzem. De miért? Mi? Figyelj, mondom a sztorit, kb. A mamánál hasonló kanapé. Mindenki ül, dédi mama bejön az ajtón, mi a Brigivel pattanunk, futunk oda. Segítünk, mert nyilván alig mozol 95 éves, vesszük el a tucait, Ricsi így fekszik a kalpítsa, szia mama. Ennyit nyom neki, érted, nekünk semmi, utána az öreg azt mondja, meglátja a Ricsit, Ricsikém, Ricsikém, ez a gyűrűbnél is gyűrűbb ez a gyerek. És el is mondja, tudod, hogy az értelmet, tudod. Én fiúpárti vagyok, tudod. Hát ugye ez van, lányom, fiúpárti vagyok. És ez egyszer mondta, hogy volt egy olyan, hogy ültünk, és mondta, hogy hát a Brigi, hát az olyan, mint egy ázott veréb. A Barbikát, az kutyaszar, na de a Ricsi, hát a Ricsi. Az a gyűrűbbnél is gyűrűbb. Amúgy szerintem én erre annyit mondanék, hogy szerintem az első gyerek az mindig kedvencem. Most ez nálatok, és úgy most nézzek, megszületett a Bence, mindenki ott ült nálatok folyton.
megszedett a Hanna, most is sokat vagyunk, de érted? Hát igen. Csóni Hannának még keresztelője sem volt, az már 20 éve. De az a fagyom, hogy ezt én is... Tehát, hogy anyát is mindig támadtam, hogy a Ricsinek mindig... Bár jó, azért anyára ez nem annyira... Anya az igazságos volt csak szerintem. Nem is jó, ilyenek, hogy tudod, hogy nem emlékszik semmire. Jó, de mondjuk nálunk... jó, akkor most a nagy családba mentünk, jó? De mondjuk nálunk, kis családba, apa kedvence ki volt? Jó, ez én voltam. Na, akkor ennyi, szóval nálunk a kis családban ott a tesóm volt a főkedvenc. És jó, ennek hangot, és ő ezzel vissza is élt egyébként. Nem akarok jobban belemenni, de én a Brigi geci... De én erre most a gyerekeimnél nagyon figyelek, hogy nálunk nincs kedvenc. Fú, figyelj, nálunk olyanok voltak. Bementem a szobába, mondtam Briginek valamit, elkezdett kamus írni, bejött apa, hogy most mi a fasz, Brigi mondta, Rich nem hagy békén, bánt. Ezt úgy lettem baszva büntetés hetekig, meg minden. Az volt olyan, a Brigi már adott, hogy na jó, csak hazudtam, nem is csinált semmit, mert már megsajnált engem. Na ez geci. De nem, amúgy ezt én is látom otthon, hogy rossz, mert a lány meg a fiú, és vagy automatikusan a fiúra szól, azt mondja, meg hogy ő kisebb, meg igen. Hogy ő lány. És de akkor, ez, igen, ez nem is inkább a kedvenc, arról szól, hogy ki a kedvenced, csak úgy vagy bele, hogy ő az idősebb, meg ő a fiú, ugyanúgy, mint ahogy nálatok is, és akkor így... Meg anya se kivételez velünk soha, de azért tényleg tök... De hogy azért a fiú vagy, tehát hogy azért tök oda van érted mindig. Vagy büszke, vagy tudod. Hát amúgy, hát persze. Tehát, hogy így igen, most nem azt mondom, nem hogy tesz, jobb, mert nem. Csak így hogy van, nem más, különbséget, most már én is tudom. És akkor meg anya mit mond... Most Brigi, látod, most már neked is kettő, egy fiú, azért érzed a fiút, nem? Meg érzed. Jó, tehát... Ja, érzem. Na, ez is kapjátok. Na, nálatok bizú. Hát, és mit tudnék mondani erre te? Nálunk mindig a Patrik volt az de. Tényleg? Persze. De nálunk tudod, nem az volt, hogy egy klikkesed, hát az egész család. Jó, hogy mindenki. Jó, hogy téged ennyire különleges. Hát, mert mindenben jó voltam. Ja. Vagyok. Ahogy engem ez nagyon idegesít. Hogy amúgy mindig mondod, hogy jó vagy, és amúgy eddig tényleg mindenben jó voltam. Hát, mert ez így van. Nem amúgy... Most nem tudok erre mit mondani, érted? Vagy most... Ez inkább neked feltetni. Ja, most ő ilyen. Hát, hogy mindig bármi volt, vagy veszekedés, vagy ilyesmi, és akkor mindig a Patriknak adtak igazat, főleg... Fú, geci, most utálnám. Most ez... Érted, esküdszék nekem mit ért mindig. Esküdszék. És leginkább amúgy ez anyánál volt, és tudom, hogy azért majd a videó után le fog baszni, vagy nem így van, anya, nem így van, mert mindig azt mondja, hogy... De még ő is tudja! Hát még ő is tudja! Mindig az volt, például előbb is, amit mondtam, hogy kim volt Angliában, és akkor mindig én lettem lebaszva, hogy én nem írok neki. És érted, az ember nem ír, ő is írt nekem, de mindig én lettem lebaszva, hogy miért nem írok neki. És akkor ez utána... amúgy fix az első szülöttség miatt van persze, szerintem. És akkor utána meg, hogyha volt egy veszekedés, akkor, hogyha a Patrika veszekedte, akkor azért kaptam általában, mert hogy... Hát és miért szekálom a Patrikot? De hát azon tudja, ő aztán nem tudja magát megvédeni. Igen, utána, hogyha meg a Jászlina veszem össze, akkor mindig azt kaptam, hogy hát de ő a kisebb, hagyjon rá. Hagyja. És akkor kivel veszek egyek, hogy egyszer én akkor ez a közös gyerek szindróma. Én ezt a Barbie-nál kaptuk meg sokszor, hogy ő kicsi, a mama mindig ezt mondta, úristen, de utáltam, a Barbie egy iszonyat nagy genyó. Ugye, amúgy is igen, igen. Jó, és ő rosszabb volt, mint én, a Barbie egy kibaszott színház, érted? Ő egy színház, igen. És a mama mindig ezt mondta, Rich, de ő a kisebb. Igen. Mondom, geci, az igazság az nem igen, az omolik, hogy ki hány éves, igen. Hanem hogy kinek van igaza. Igen. Soha nem veszíthetett, soha nem lehetett utolsó. Soha, semmi! Neki nem éghetett le a háza Monopoly-ba. Geci, egyszer! Gazdálkodj okosan! Ültünk gazdálkodj okosan, és akkor geci, a Barbie, érted? Leég a háza, végre mondom, geci, nyerek! És a mama mondja, Barbie elkezd zokogni, fasz aki van, mert nyilván egy kisgyerek nem lehet a fasz aki, de tudod így lázom, ki volt, összeomlik, és akkor mondja a mama, nem is odalépett a Barbika, és toltunk, mondom, geci, így nem lehet játszani, faszom, érted? És akkor következő, Brigi leégett a házad, jó, akkor add vissza. Igen. Tényleg ilyen a családban, az tágabb barádi, vagy családi kör, de a Blanka. El voltunk monopoli, vagy náluk monopolisztunk négyen, és akkor... Én ott nem voltam. Ja, nem. Esztelájka voltunk, és akkor én mindig azt csináltam, hogy a legdrágább sportot, azt megvettem. Ja. És akkor
a barátjával, a Patrikkal összeszövetkeztünk, és akkor elfogyott minden, és akkor jó van, faszom! Elkezdett csapkodni, tudod, bedobott mindent gyerekt úgy, hogy összeburuljon a társas, ja, hogy ne tud, vége, hogy kinek... És akkor vége lett a játéknak. Amúgy én utálom a társas játékokat, illetve minden játékot utálok, ami gyerekkorhoz köthető. És kivéve amúgy a memóriát is utálom, és elmondom, hogy miért, mert utálok veszteni. És ezt nem, inkább nem játszok. A Barbie meg ugye nem tudja még a mai napig milyen veszteni. A Barbie meg azért nem tudja a szabályokat sajnos, mert a mama mindig úgy intézte, hogy ő nyerjen. Szóval mi ezért nem játszunk társas. És amikor esett az eső, ugye, mi kinfürültettünk a medencébe, a Barbie-t meg nem engedték ki. Na látod, na ezért hagytam, vagy ezért engedtem a mama. Mert belém vág a villám. Ezért engedtem a mama, hogy nekem ne égjen le a házat, mert nem mehettem ki fürdeni, hogy belém vágjon a villám. Amúgy nektek is az volt, hogy amikor eső volt, akkor a szülők azon dolgoztak, hogy hogyan foglalják le titeket, hogy nem. Társas játékos. De így vasárnaponként. Nem. Sokat, de nem foglalnak. Mi űztük hajt, hogy bunkereket építettünk. De esett az eső, Patrik, bent kellett maradni. Bent építettünk bunkert. A Brigi például utálta, amikor eső van, mert akkor ott pont vagyok. Nem, Brigi gyűlöltem, amikor eső van, akkor én egész nap jó, ott mert ott már mi volt a program, volt, hogy engem basztat. Hát mert most mit csináljak? A tévét meguntam hamar. Bunkereket építettünk, de azt anya mindig mondta, hogy ne poroljunk, emlékszel? A porzika paplan. Ja, porzika. Most már megértem, miről beszél egyébként. Kétszer ilyet csinálsz, már a szekrényen így a por. Amikor Balatonon voltunk, akkor is csomagra jártunk mindig nyaralni, és akkor emlékszel, egyik éve volt egy geci a gyűjjel, és mindenki jött, én ott jött voltam. Ki a vízbe. Jött ki a vízbe, a Patrika, akkor mentünk be. Fú, legkomolyabb. Olyan idén volt, bordor volt, be volt feketedve az éget, futottunk be a vízbe. Legkomolyabb. Öcsike. Jó, de amúgy most senkiben nem nincs olyan nagy sérelem, hogy ki a kedves. Bennem tehát, van. Hogy amúgy így röhögünk már. Bennem milyen lol? Gondolom van. Persze most ez, hogy amúgy minket nem érint rosszul. Engem párszor rosszul érintett amúgy, de már túltettem magam rajta. Örülök. Szóval rád nem haragszom emiatt. Köszi. Jó, köszönöm csak rád. Végére viszont beraktam ide egy olyan kérdést, mert amúgy sok mindenkit ez is érdekel. Ugye most nyilván a Barbie-nak tudjuk erről a véleményét, mert ugye ő is a részes ennek az egésznek. Most már a Csengi is egyre többet van videóban, de Brigi távol állt az egésztől. De hogy valaki azt mondta, hogy fogadtátok ezt az egész videós dolgot így a kezdeteknél, illetve mit szóltok ahhoz, hogy a testvéretek ilyen gyorsan ismert lett, nem-e furcsa? Na, itt a gyorsan én idézőjelbe tenném, mert amúgy ez igen, nem volt egy hosszú, egy gyors folyamat. Igen, meg ezt akartam mondani, hogy ugye most ezt így nehéz megfogalmazni, hogy mit szólok, mert ez így annyira... De már akkor figyelj, menjünk oda-vissza, amikor, mert amúgy engem az érdekel, hogy ez engem is érdekel, hogy amikor az első ilyen kamerámat megvettem, de tényleg amikor még olyan szar volt minden, hogy tényleg basztam. De a nehezen beszélek, azt még nem néztem. Na most ennél nagyobb beléd rugás kell. Brigi mondta, hogy csak 60 ezer fölött nézett, addig nem. Nem, de most például amit régen ott az apor mögött fölvettetek, az a te kamerád volt. Szólj rá! Hát vagy... Na most... Nézd, amint van... Azért, hogy honnan indul? Amint van ingyen üdítőm, ú, de fasz a gyerek ez a Ricsi! Előtte... Voltak, mióta van kamerád? De nem, de ez, hogy most tényleg. Jó, beszéljünk arról, akkor nem a BMX-es korszaktól, hanem amikor beszélünk videókba. Szóval amikor vlog van, vagy akármi. Ugye akkor igen, kezdett először, tudod, segítek egy kicsit. Persze. Nem tudom. Amúgy a Barbie ezt azért tudja, Barbie azért van képbe ezzel, mert, hát, mert akkor együtt dolgoztunk igazából, akkor, és neki mondtam, a Barbie-nak mondtam el mindig azt, hogy Barbie, most csinálok ilyen videót, szerinted igen, csinálja. Igen, de én meg erről mindig az volt először a véleményem, hogy de mondom, Ricsi, ezt ki fogja megnézni? Igen. Mert hogy amúgy igen, mert hogy tudod. Nézd, a Csengel nem mer nevetni, tesó, annyira megalázol most itt mindenki előtt. De nem azért, csak tényleg, amikor így elkezdted, mondom, jó, de hogy mondom, csináld a videókat, de hogy miért nézik meg? Vagy hogy ez így miért? De aztán ugye megnézték. Ugye ezért tartunk itt, ahol. Na és amúgy pont ezért, Magyarország, ez volt a véleményem, pont ezért vagyok még mindig több kihűlve, most pont az egyhetes közönség találkozott, hogy jövök ki, és akkor végtelen autó, mindenki itt van, be akar jönni. Tehát, hogy ezt amúgy még mindig nem tudom megfogalmazni. Hát én meg ezt, amit most mondtál. Figyelj, szerintem egy kicsit gondold át, hogy áttérünk a Csengelhez, hogy... Vagy akkor kiállodzak? Ne, ez sokkal jobb. Legalább most már tudják, hogy miért nincs önbizalmam. Csengel, te ugye... Én amúgy emlékszem arra, hogy téged a Patrik sokszor hozott a skateparkba.
hogy ki az ott, mondta, itt van öcsém, tata, hát annyira, annyira olyan sok fel, hát talán egyszer. Nem, többször annál. Négyszer mondjuk, hogy ja, kár, négy-ötször. De emléksz, egyszer volt ilyen karácsony 24-én meg. Igen, de én amúgy akkor kezdte nekem megkedvelni. Az Gesszió Flash volt amúgy. Nem emlékszem. Én emlékszem. Ja. A Csengberen ilyen színes síkabát volt. Jó, igen, geci, tényleg, igen. A geci meleg volt. Igen, jó idő volt. Igen, tényleg ti hordtátok egymás levetett ruháját? Most erről kérdezem, hogy amit te kinőtt, ezt megkapta a Csengert? Volt olyan, ja. Egy-kettő, ja, de amúgy én sajnos nem kaptam meg a lányokét. Még jó! Szóval neked mi volt az első, amikor neked számoljuk onnan, mikor a Patrik, Patrik hazakoltott és elkezdtünk együtt videózni, onnan nézzük. Az ott lenézett. Le? Persze. Miről beszélsz? Geci sokan amúgy, a Benny is csak fogadja. Igen. Amúgy minket? De ez nem rossz így. Várjátok, egy perc. De most beteszem, hogy amikor mi elkezdtük ketten, én amikor egyedül, akkor engem nagyon-nagyon lenézett mindenki, mert ugye ezt nagyon sokan kérdezitek, ugye Brigi azt tudja, mi kezdődött, kinézi, és akkor az összes haverunk lenézett, talán amúgy a Barbie egyedül, aki mindig mondta, hogy szerinte ez kurva vicces, meg ez tök jó, és amikor a Patrik hazajött, akkor az egész baráti körül mindenki lenézett. Csak akkor egyszerű volt, mert ketten egymás szopkodtunk. Igen, és ők meg el is tűntek akkor, igen, csak ketten lógtunk, igen, és amúgy csak az a jó, hogy amúgy az összes panunk bevallotta, igen, hogy az cink volt, ugye, na most bocs, nem akartam, csak ezt még el akartam mondani. De miért néztelek le? Ezzel kapcsolatban. Hát sem az, hogy lenéztél, nem jó fogalmaztam. Nem jó szót használtak erre, hogy lenézésre, hanem az, ami hanem az, hogy most fiek, gondolj, hogy csináltatok egy videót, és akkor feltettétek, és most mondok valamit, megnézték mondjuk ezren. És akkor olyan nem úgy volt. Vagy bele, hogy... De olyan nem de most volt. Csak mondok egy számot, érted, és akkor úgy vagy vagy most... Vajak, most ezért most miért? Szóval én valamit, hogy gondolom... De ahogy én szerettem a videóidat. Most már nem kell szépíteni. De én akkor se, akkor még az, hogy ilyen, most ilyenre gondolsz, ilyen utcán megállítás, meg ilyesmi. Nem, csak az, hogy így mi a fasz, mondjuk, nem tudom, Brigi elkezdene mondjuk beauty vlogokat csinálni, hogy én így mit szólnék hozzá, hát így biztos kihűlnék, hogy mi a fasz van. Na, de én is így voltam, hogy most te miért videózol? Ja, hogy miben vagy te más, igen, hogy te ezt csinálod. Igen, ja, igen, de és pont ezért szép, hogy végül is ide jutottál, ugye így is. Neked mi volt az első benyomásod? Nem tudom, a legelsőre nem emlékszek. Nekem az arra emlékszek, ugye, amikor volt, amikor csak még nem költözött haza, hanem mikor... Ja, az a barrós. Ja, az szerintem vicces volt hát, amúgy. Hát ez nagyon komoly videó, amúgy nekem a mai napig az egyik kedvenc. De amúgy ilyen nagy ízek nincsenek, hogy így nem volt úgy semmi reakcióm rá, vagy hogy így... Hát a konyafőnöknél talán. Ja, te Patrik, ugye neki az nagy mérföldkő volt. Mert ott ugye hirtelen... Tudod, volt a konyhafőnökben. Nem hanem hogy akkor megint most azt kérdezed, hogy ismertségterén vagy, hogy... A... Hát igen, akkor most térjünk át erre, mert ugye ezen a kérdésen belül ugye van az, hogy hogy fogadtátok azt, hogy elkezdtünk videózni. Ugye a Briga azt mondta, hogy ő nem is tudta. Nekem úgy nem, én megnéztem mindig a videót, és nekem alapjáratom úgy tetszett mindig. Tehát ugye akkor te nem ítélted ezt el. Ugye visszatértünk, minket sokan basztattak ezen elején. És akkor utána van az a kérdés, hogy mit szóltatok ahhoz, hogy a testvéretek így ismert lett. Szóval, hogy ehhez te mit szóltál, mondjuk a Patriknál nem tudom, hogy az mikor, mert amúgy még mindig nem gondolom azt, hogy ez egy magas szint, de másoknak érted ez... De te soha nem gondoltad, ja, semmit. De minden, mondjuk a Patriknál a TV szereplés után ő amúgy nagyon mainstream lett szerintem. Mármint, hogy ott nála lehetett érezni azt, hogy engem azok ismernek meg, akik YouTube tartalomfogyasztók. Szóval én kb. Így tudom, hogy ki az, de a Patrik, meg megyünk valahova, és nagyon sokszor van olyan, hogy bemegyünk egy helyre, és engem nem ismernek, őt pedig ismerik. És az öreg asszony mondjuk, vagy igen, ilyesmi. Nagyon sokan vagy, hogy mondják, ja, hogy a kasszások a bevásárlóközpontokban. Ja. Szóval tök sokszor van olyan, hogy a Patrikot ismerik, engem nem. Viszont olyan nincs, hogy engem ismer, de téged nem. Vagy abból kevés van szerintem. Nálam mondjuk a fodrászatban olyan azt mondom, ilyen fele-fele, hogy valaki azért, hogy videó, másik fele a konyhafőnök. Ja, mondjuk a konyhafőnök az ugye nagyon sok... Nem csak mondjuk a videó miatt, hanem a konyafőnök miatt kérdezték, hogy ilyesmi. Kim voltunk Pándorban, Bajban, látunk benne, hol máshol ugye az édességboltban. És... Ezt ki tudnám várni? Ezt nem. Várjál, és akkor áll mellettünk egy család, a taranyos kisfiával ugye, és így már benne a boltba sétáltunk, és hangosan nyomta, hogy anya! Ott van! A Rich Gangből! És akkor már állunk egymás mellett a kasszába. Majd én mondom, mit mondod. Ja. Anya!
azt hiszem őt szivatták meg a Mercivel. Ránéztem, mondom, igen. Amúgy, ja, szóval ezt amúgy így nehéz belülni, hogy az ismertség, mert ugye ez mindenkinek más relatív, hogy igen, de egyre többször jön szembe. Hát most a Barbie-val csak Pestre mentünk, megálltunk egy benzinkúton pisilni. Rossz volt persze, a benzinkú le volt zárva, minden jön ki a csávó. Bocsi, nem jó a vécénk. De te vagy az uncsi? Jó, gondoltam, tényleg meg ugye a tesója, nem tudom, hogy valakit érdekel. Ja, úgyhogy, mert amúgy itt ebben, meg így a kérdésnek ugye ez a harmadik fele, mert amúgy szerintem ebben ők erre akartak kiukadni, hogy például nem-e furcsa, hogy a te tesód, akiről tudod minden kellemetlen dolgát, tudod, hogy egy gyökér. Jó, mi van? Valami nagy bogár, geci, de megijedtem. Az a része, hogy az nem furcsa, hogy ugye van ez az ember, akivel te gyerekkorod óta, születésed óta együtt nősz fel, és neked ugye ő nem különleges. De ez furcsa, meg ez mindig furcsa amint lesz, igen. Mert én azt látom, ezt a gyökeret, aki leköpdösött, aki mindig köpdög, és amúgy már... De ők is ezt látják, ugyanezt. De nem, de más lett nekem, például nagyon furcsa volt, ugye igazából Ricsit akkor kezdték el megismerni, amikor mi elkezdtünk a kebabba együtt dolgozni. És ugye ott álltunk éjszaka, nyomtuk a mellett, és akkor Ricsi, jó, nem, te vagy az a, de izé, fűző, és akkor így álltunk, most ez komolyos, tényleg? És akkor tudod, mindenki, mikor mondták, hogy Ricsi a példaképe. Mondjuk érted, te is látod a Patrikon azt a pöcsöt, tudod, aki gyerekkorodban mindig vitted a temperához a vizet, de ez már ott se volt, és akkor valaki meg izé, jó, te sok képet, olyan akarok lenni, mint te. Csak olyan ne! Csak olyan ne! Itt szerintem erre gondoltam, hogy Instán is írták igen, ezt a dolgot. Úgy, igen, és nekem... már Bence is ezt mondja otthon, hogy ő Rich Gang lesz, ha nagy lesz. Tényleg? Nekem amúgy az egyik legfurcsább az, amikor így mondjuk, mit tudom én, Győrbe, vagy sétálunk valahova, vagy akkor megyünk, mit tudom, medizni, vagy ilyesmi, és akkor így én azt nézem mindig, hogy jönnek szemölünk, és így haladnak elmehetünk, és így végignéznek, tudod. Ja, ez amúgy és az geci furcsa, mert valaki ami nem az van, amit még szoktak csinálni, hogy kiabálják meg, a legtöbb az, hogy szavaz Patrik, szavaz Ricsi, ez szokott lenni. Azok szerintem jó, az tök jó. De van, aki meg nem mer hozzá, vagy így szólni, vagy köszönni, és akkor így úgy néz, tudod, hogy így kiesik a szeme, és az érzi furcsa, és mindenkit nézek egyébként ilyenkor, amikor sétál. Ez amúgy tesóként ez amúgy furi lehet egyébként, szerintem, nem? Persze, hogy az. Persze. Nekem az is fura, hogy a Barbie-val megállnak, a múltka és az Árkádban. Jött egy kis csinálj egy képet róla. Ja tényleg, mert neked még a Barbie felelés. Hát igen, itt is, most is a közönség találtunk a webshopban, ott is Barbie kiassz egy képre. De megyek én is. Még ezután a podcast adás után már most te is meg! Nyugodtan állítsák meg egy fotóra! Ha látjátok a Brigit az utcán, állítsátok meg! Tesója! Amúgy pont a Brigi mondta, hogy ő nem fogadja el, hogyha valaki be akarja követni, hogy a Brigi instáját itt megtaláljátok! Mindenki kövesse be, csak azért, hogy ki kelljen nyomni az engedélykérés. Meg ugye hangja van, ha bekövetnek. Hadd rezegjen neki! Hát gyerekek, elérkeztünk az adás végéhez. Ki hogy érezte magát? Én nagyon jó volt. Jó volt, amúgy feleleveníteni a régi sztorikat, nem? Én is jól éreztem magam. Nos, srácok, a sajnos a videó a podcast végére megállt magától, nem bírta a tempót, viszont itt már csak arról beszéltünk, hogy foglalkozzunk-e komolyabban ezzel, vagy hogy bevezessük-e minden szerzőre, ezt döntsétek el ti, írjátok meg kommentre, mondjátok-e mi a véleményetek erről. Tudom, egy kicsit lehetne még csiszolni azt, hogy több kamerával menjünk, meg ilyesmi, de szerintem kezdetnek amúgy ez jó így. Úgyis tök sokan csak hallgatják ezeket az adásokat autóban, de nyilván, hogy ki videóban nézi, úgyis azért van pár vicces reakció benne, ugye amúgy szerintem amúgy fán így szerdánkéntre be lehet vezetni. Vasárnap 19:00 új videó, szerdánként podcast találkozó következőben. Itt van a spawn, itt van a spawn, teszi a videót ki, és mindenki nézi.